Ma kaptam egy olyan kérdést, hogy miért változtak meg a női és férfi szerepek, miért cserélődtek fel, mi az oka annak, hogy felborult a rend, és hogy nem igazán találjuk a harmóniát sem a privát életünkben, sem úgy általában a világban. Én úgy gondolom, hogy mindennek az lehet az oka, hogy ugye volt egy eredendő rend, amiből most már ugye nem nagyon látszik semmi, hiszen mindenhol káosz él, rendezetlenség van az életünkben, a magánéletünkben, úgy egyáltalán minden területen, a munkahelyeken, az utcákon, a privát szféránkban, a családjainkban. Kevés az összetartás, nem igazán vagyunk egymásra kíváncsiak, mindenki inkább csak a saját dolgával van elfoglalva, és a saját sérelmeivel. Nem igazán tudunk nyitni, nem tudunk odafigyelni a másikra, nem akarjuk észrevenni azt, hogy milyen a másik valója, és az sem, hogy milyen az önvalónk. Az, hogy ennyire elszakadtunk az eredeti rendtől, valószínű, hogy törvényszerűen történt mindez, és nem is nagyon tudtunk volna ellene tenni, mert ez egy nagyon jó tanulság szerintem az emberiség számára, és biztos, hogy szükségünk volt arra, hogy tanuljunk és fejlődjünk, és ezt máshogyan nem tudtuk volna megtenni. Ez ugye azért van, mert az emberek úgy általában, vagy ez az emberi mi volt, olyan, az jellemző rá, hogy szeret szenvedni, és csak a negatívumokból képes tanulni. Hát azt tudjuk, hogyha boldogok vagyunk, akkor egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy mit lehetne még jobbá tenni, vagy hogy milyen problémáink vannak, akkor csak a boldogságunk tárgyával, vagy személyével vagyunk elfoglalva, és elkényelmesedünk. Ez az elkényelmesedés, ez szerintem jellemző az egész világra, mármint ez a szellemi elkényelmesedés, és ezért kellett az, hogy legyen egy ilyen nagy felborulás, egy nagy rendezetlenség, amit mi újra szépen visszaépíthetünk, vagy újjáépíthetünk. Vannak, akik csak akkor látják a rendet, ha rendetlenség van. Ez azt jelenti, hogy nem tudják értékelni a jót, csak akkor, amikor megtapasztalják a rosszat. Szerintem ez szinte majdnem mindenkire jellemző, hogy amikor ott van valami előttünk, vagy mellettünk, vagy a miénk, akkor nem tudjuk értékelni, csak akkor, amikor elveszítjük. Igaz ez az eredetiségre is, igaz ez a harmóniára, hogy amikor harmóniában élünk, akkor nem vesszük észre azt, hogy ez micsoda ajándék. Persze, akik már magasabb tudatszinten léteznek, azok tudják értékelni és tudnak hálát adni mindenért, akár egy falat kenyérért is, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb tanulnivalónk, ez a legfontosabb elsajátítani való, hogy mindent értékeljünk, amit itt találunk. Ha megtanultuk már, hogy hogyan kell a negatívumból pozitívat kovácsolni vagy varázsolni, akkor nem lesz már szükségünk ezekre a nehéz és fájdalmas tapasztalatokra. A női és férfi szerepek is ezért borultak fel szerintem, mert valahol mindenki keresi a helyét, keresi az otthont, a békét, a nyugalmat, és ezért bármire képesek vagyunk. Mivel a mai világunkra az a jellemző, hogy sem párkapcsolatilag, sem családügyileg nem tudunk összetartani, tehát két ember sem tud leülni, nem tudunk beszélgetni, nem segítjük egymást úgy igazán. Ezért ugye nagy a magányosság és az elmagányosodás, ez a mai korra jellemző, erről nagyon sokat írnak, kutatnak, tanulmányokat készítenek, tehát ez egy szinten mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen nagyon evidens dolog, sajnos, nagyon jól látható, tehát nem kell szerintem messzire menni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi történik a világban. Az nagyon fontos, hogy duális világban élünk, tehát ez azt jelenti, hogy minden kettős, így az ember is, az emberiség is. Minden embernek van egy másik fele, tehát egy ember, vagy egy lelkiség kétféle nemi szerepet, vagy nemiséget formál, tehát egy adott mintából, egy energetikai egységből két test létezik, van egy férfi,
megfelelője, ugyanannak az energetikának is van egy női nemű megfelelője. Éppen ezért gyerekkorunk óta, aki ugye érzékenyebb, keressük a másik nemű megfelelőnket, de nagyon érdekes, hogy amikor még kicsik vagyunk, akkor azt gondoljuk, vagy szerintem sokan gondolják azt, hogy a másik is ugyanolyan nemű, mint ő, tehát egyfajta egy ilyen iker testvériséget, vagy iker testvérséget érzünk valakivel, azaz megkettőzzük saját magunkat. Hiszen a lelkünk érzi, hogy van valahol egy hozzátartozója, van valahol egy kiegészítő párja. Éppen ezért először a saját nemünknek megfelelő embert keressük külsőleg is. Én is ismertem olyan ikerpárokat, hát ugye ő genetikailag ikrek, akik teljesen egyformák voltak kívülről, de belülről nem. A lelki ikerségnek az a legfontosabb ismerve, hogy nem külsőleg hasonlítunk egymásra, hanem az energetikánk, azaz a lelki felépítésünk, a lelki szerkezetünk ugyanolyan. Ha ezt az egységet vesszük alapul, akkor térhetünk vissza arra, hogy milyennek is kellene lennie egy tiszta női jegyekkel bíró és női testben élő személynek, és egy 100%-os férfi testben élő férfinak. Én úgy gondolom, hogy ma nincsenek tiszta jegyek, tehát mindenkiben megtalálható mindkét fajta minőség. Az, hogy keverednek ezek, azért van, mert nincs kiegyenlítés, nincs kiegyenlítődés. Ahhoz, hogy felépítsük ezt a rendet újra, és elérjük ezt a harmóniát, az kell, hogy egymást segítsük, és ezeket az energetikákat rendezzük. Azaz, ne szívjuk el egymástól, vagy ne vegyük el egymástól azokat a mienségeket, amelyek az adott személyre jellemzők, tehát mondjuk, hogyha én női testben élek, akkor ne legyen az, hogy én mondjuk ilyen férfiasabb energetikával bírok, és akkor a másik fél pedig, ugye, mivel nálam több ez az energia, neki kevesebb marad ebből, és ezért ő elhúz a másik oldalra, vagy a másik szerep felé. Ahhoz, hogy rendet és harmóniát tudjunk teremteni, azaz az édeni állapotot vissza tudjuk állítani, nagyon fontos az, hogy először is megismerjük saját magunkat, és tudjuk azt, hogy milyen elakadásaink vannak, milyen blokkjaink vannak, és hogy egyáltalán milyennek látjuk önmagunkat. Az biztos, hogy nagyon sok a zavar, hiszen mi alapvetően lelkek vagyunk, és belekényszerülünk olyan testekbe, amelyeket nem érzünk a sajátunkénak. Nagyon kevés szerintem az az ember, aki azonosulni tud a saját külsejével, és itt nem csak a nemiséget értem ez alatt, hanem a kort is, tehát ugye vannak, akik örök fiatalok, és mondjuk 90 évesen sem érzik a korukat, mert úgy gondolják, hogy a lelkük az még mindig fiatal, és ez így is van, hiszen a lélek örök, és vannak bizony 5 éves gyerekek, akik már nagyon öregnek érzik magukat, mert valószínű, hogy a lelkük az már egy nagyon tapasztalt és érett egység. Én is ugyanígy vagyok vele, jelenleg 37 éves vagyok, tehát 37 évet éltem le ebben a testben, de mégis körülbelül 100 évesnek érzem magam sokszor. Ez azért van, mert már nagyon sokat éltem, nagyon sokat tapasztaltam, és a korábbi leszületéseimben sem tétlenkedtem valószínűleg, hanem nagyon sokat tanultam, kineveltem magamból egy ilyen más minőséget, és ezt hozom át, tehát valószínű, hogy érzem ezeket a folyamatokat, és ezt örökítettem át, ez maradt meg, és ezt hordozom tovább. Nem valószínű, hogy teljesen 100%-osan azt a formát tudjuk képviselni belül, mint amit kívül. Ez szerintem nagyon kevés embernek sikerül, de lehet, hogy igazából nem is ez a cél, hanem hogy az eredeti minőségünknek megfeleljünk, azaz teljesítsük azt a feladatot, amiért idejöttünk. Én nem gondolom azt, hogy kivetnivaló lenne abban, ha valaki nem tudja
az adott szerepeit vállalni, vagy nem tud olyan képviseletet adni, mint amit ő kívül mutat. Nagyon nehéz harmóniába hozni a szellemet, a lelket és a testet, ugye ez egy hármas egység, és mindegyiknek egyformán kellene működnie. Az emberi létezés az egyik legnehezebb feladat, a legkeményebb műfaj, van mit tanulnunk, éppen ezért nagyon sok türelemre van szükség önmagunkhoz is és másokhoz is. Tehát én mindenképpen az elfogadást ajánlom, és az elfogadást kérem mindenkitől, hiszen senki sem 100%-os, mindenkinek van feladata, azért jöttünk, hogy ezeket megoldjuk, és hogy egymásnak segítsünk. Segítsünk abban, hogy rátaláljunk önmagunkra, megtaláljuk az önvalónkat. A magazinom is ezt a célt szolgálja sok-sok éve, hogy segítsem azokat, akik úton vannak, ráébredjenek arra, hogy mennyi minden van bennük, és hogy milyen csodálatos lények vagyunk, nem kell ledegradálni saját magunkat, nem kell mindenféle jelzőket magunkra aggatni, és azt sem szabad elfogadni, hogyha más ilyennek vagy olyannak titulál minket, mert tudni kell, hogy ezek csak vélemények és nem tények. Aki másra mutogat, az önmagára mutogat. Ha én másokról alkotok véleményt, akkor saját magamat árulom el, megmondom és elmondom azt, hogy tulajdonképpen milyen vagyok én. Ha én félek valamitől, vagy tartok egy bizonyos szerepkörtől, vagy jelenségtől, az azt jelenti, hogy ez bennem is ugyanúgy megvan. Tehát akkor először önmagamat kell nézni, önmagamban kell megkeresni azt, hogy mik ezek a blokkok, mik ezek az ilyen eltemetett és félresöpört, vagy a szőnyeg alá dugott félelmek, vagy ki nem mondott szavak és gondolatok, és hogyha ezeket felszínre hozzuk, és megváltoztatjuk, vagy felülírjuk, mert elkezdünk rajta gondolkodni és dolgozni, akkor alakíthatunk ki egy olyan egységet magunkban, ami már egy ilyen harmóniát képez, és harmonikusan tudunk saját magunkkal is létezni. Mert ugye a legtöbb időt önmagunkkal töltjük, tehát ezért fontos az, hogy saját magunkkal jobban legyünk, hiszen ebben a testben kell most leélni az életünket, ha tetszik, ha nem. Persze ezen lehet változtatni, de azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy visszaállítsuk az eredeti rendet, mert az a haza, az jelenti a békét, és egy olyan állapotot, amiben mindig tudunk létezni. Azt mindenki érzi, hogy az, ami most van, ez már nem jó. Senkinek sem jó, nekem sem, másoknak sem. Vannak olyan feladatok, amiket ugye meg kell oldani, ha tetszik, ha nem. Lehet ezeket húzni, lehet halasztani, de nem érdemes, mert előbb-utóbb úgyis le fognak csapódni, úgyis itt fog állni előttem az a bizonyos dolog, amit nekem meg kell oldanom, tehát sokkal jobb, hogyha most felkészülünk, és elindulunk. Én úgy gondolom, hogy a végidőt járjuk, mármint olyan szempontból, hogy kezdődhet, vagy kezdődhetne egy új korszak, tehát a vég az nem azt jelenti, hogy most aztán vége lesz a világnak, hanem átléphetünk egy új korba, egy új korszakba, megjeleníthetünk egy ilyen édeni állapotot, de ez az kell, hogy a régi energetikát leépítsük, és egy újat tegyünk a helyére, egy újat generáljunk. Mindent újra kell gondolni, mindent át kell értékelni, ez nagyon fontos, hogy átértékeljük a helyzetünket, az életünket, tudjuk, hogy mik a fontosak, kik a fontosak számunkra, miért és kiért kell hálát adnunk, és hogyan kell alázattal léteznünk. Ha ez megvan, akkor visszatérhetünk az eredeti szerepeinkhez, és talán még megtalálhatjuk bennünk, saját magunkban az igazi minőséget. Ha én már jóban vagyok önmagammal, és kiegyenlítettem az energiáimat, akkor valószínű, hogy a másik ember is, aki hozzám tartozik, tehát tulajdonképpen az én másik felem is, mindenkinek a másik nemű megfelelője is változni fog. Nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni, akár szellemileg, akár lelkileg, tudjuk egymást húzni és inspirálni. Nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk oda arra, hogy mit gondolunk, mit érzünk, hiszen a másik ezt átveszi. Ugyanúgy, ahogy egy gyermek az anyamékben, ő is ugye mindent érez, mi is mindent érzünk egymásról,
És hogyha valakit szeretünk, már pedig szeretünk, akkor nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mit kap a másik. Nem mindig csak arra, hogy mit szeretnénk mi, hanem azt is tudjuk, hogy a másiknak mi a jó. Ne akarjunk ráerőltetni semmit, és senkire ne akarjunk ráerőltetni semmit, mert így nem fogjuk tudni visszaállítani az eredetiséget. Harmónia akkor működhet, ha analógia van, ha az emberek ugyanazt szeretnék, és ugyanazt akarnák, és egy célért küzdenének együtt. A széthúzás az semmiképpen sem megoldás. Persze lehet, hogy ez egy nagyon ilyen idealista gondolat, hogy majd 7 milliárd ember összefog, és majd mindenki együtt, kézen fogva cselekszik. Lehet, hogy ez így nem fog létrejönni, de azt gondolom, hogy akkor is el kell kezdeni. És ha kicsiben először kevés ember tart össze, akkor csak annyian, aztán reméljük, hogy többen is fognak csatlakozni, és ki tudja, lehet, hogy egyszer majd átérjük a Föld nevű bolygót, mert olyan sokan leszünk, olyan sokan fogjuk meg egymás kezét, hogy szinte át tudjuk ölelni. Ez lenne a legcsodálatosabb dolog, hiszen a Föld nevű bolygó mindannyiunknak az élőhelye, vigyázni kellene rá, óvni, védeni, hogyha még sokáig itt szeretnénk lenni, ezért tenni kellene. Azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk magányosak, nagyon sokan küzdünk azzal, hogy egyszerre kétféle szerepet kell betöltenünk, hiszen nincsenek mellettünk, és a nők is ugye, hát ezért lettek sokkal erőteljesebbek, mert ha egyedül vannak, akkor valakinek ugye meg kell oldani azokat a feladatokat, amiket ugye általában a férfiak szoktak, és ez igaz fordítva is. Tehát nagyon nehéz kétféle minőséget megjeleníteni egy embernek. Ezért kellene, vagy ezért lenne nagyon jó, hogyha kiegyenlítődne ez a dolog, vagy kiegészítenénk egymást, és mindenki visszatérhetne a saját úgymond fakanalához. A szeretet egynemű, ez azt jelenti, hogy nem ismer sem nemiséget, kort, sem semmilyen külsőt. A szeretet az mindannyiunkban bennünk él. A legfontosabb ez az egység. Szeretetet mindenkinek lehet adni, és mindenki el is tudja fogadni. Teljesen mindegy, hogy ki milyen, hogy ki hogyan néz ki. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy ebben a szeretetben nyilvánuljon meg ez a két szerep, ami lehet, hogy tulajdonképpen egy, de mégis valamilyen szinten elszakadva él. A szeretet olyan magas rezgés, hogy tulajdonképpen mindent képes összekovácsolni, és hát ugye a Föld nevű bolygón élőket is, ez tartja még itt. Ez az egyetlen egy olyan húzó erő, ami miatt itt vagyunk, mert hisszük azt, hogy lehet még jó, és megjeleníthetjük azokat a dolgokat, amelyeket nagyon régóta szeretnénk, amelyekre nagyon régóta vágyunk. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy a szeretet a legfontosabb, és hogyha szeretet van, akkor nem számít semmi, akkor bármit meg lehet oldani, ez csak rajtunk múlik, azaz azon, hogy hogyan gondolkodom önmagam és a másik felől, és mindenki felől. Ha érett és felnőtt emberré válok, ha vállalom a felelősséget, ami felnőttséget jelent, akkor nincs akadály, nincs hiba, nincs probléma. Akkor ezek a dolgok nem is kerülnek előtérbe, nem is kerülnek felszínre, mert teljesen evidens az, hogy kitartok a másik mellett, teljesen evidens az, hogy felvállalom, hogy mellette vagyok, mellette élek, hiszen kötöttünk egy úgymond szerződést, azaz szövetséggel köztünk, és ez a szövetség, ez mindennél fontosabb. Jó lenne, hogyha a Föld nevű bolygón is élne ez a szövetség, ha mindenki úgy gondolná, hogy fontosak vagyunk egymás számára, hogy igenis kell a másikért tenni, és mindenkiért, és ezt a szeretetet osztanánk, és ezt a szeretetet tanítanánk meg egymásnak. Ha így lesz, akkor szerintem meg tudjuk oldani, elindulhat egy olyan élet, egy olyan állapot, amely egy ilyen nagyon tiszta, nagyon emelkedett, egy olyan érzés, amely itt van bennünk, de most már kívül is láthatóvá válik, és mindörökké tudjuk művelni, és ennek a gyümölcsét élvezni.